7 krajcár. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségembe pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könyv csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy 7 krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. 3 a gépfiókban, 1 az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első 3 krajcát még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, és mindjárt van terű asztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotor, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kiúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, s olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem. Nem búvik éki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz! Ijesztett rám az anyám. Csendesen, még kiszakik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjamat, mintha a sparhethez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok. Ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak. Nekem már van 3, még kell 4. Az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te, nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk egy csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatt a 100 féle szemét. Csak pénz. Az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség. Akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a soklomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám ez alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét,
Nem tettél valahova, valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáliumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejog, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvege már régen, de a fiókjában ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem. Pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak, szaporán, hát ha többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen, ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggadni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, fakíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. Na, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni. Kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak, szólt hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár? Semmi. Ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt 1-et sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Én szamár, hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt 1 krajcárt. A 6-at. Lázasok lettünk. Most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abba is van. Az én zsebem? Nos, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha 1 se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, s csak nem kérünk 1 krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy, siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd bele bódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom a 1/2 font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldos jámbor arcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még a kéne, koldustól alamizsnát. Hadd eljányom, nekem nem hibázik. Nekem már csak 1 hibázik.
A kap a főd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, oszt lámpaolajam sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága szent vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak